Közel 14 éve használják építkezéseknél a szalmabála technológiát Magyarországon. A természetes építőanyagot azonban évente mindössze egy-két háznál alkalmazzák. A mögöttem látható 120 négyzetméteres családi házat még 2010-ben szalmabála technológiával építették. Az éves fűtési költségük mindössze 50 ezer forint. Közel 900 szalmabálából egy év alatt készült el ez az ingatlan. Itt a szalmázás mindössze 2 hét volt, a vakolás az, ami több időt igényelt. Kívülről nem látszik, hogy ez egy szalmaház, esetleg a sarkokon látszik, hogy le vannak kerekítve, vagy a nyílászáróknál. A kivitelezésnél eléggé nagy volt a különbség, ugye itt egy faszerkezetről van szó, ami először elkészül, tehát elkészülnek a falak, elkészül a tető, és utána töltjük ezt ki szalmabálával. Tehát a kivitelezésnél azért elég látványos volt, amikor 1000 darab szalmabála itt volt az udvaron, és azt építettük be ebbe a faszerkezetbe. A szalmaházak építésével a helyi gazdaságot is támogatják. A szalmabála előnye, hogy jó hang- és hőszigetelő, valamint költséghatékony, de egyben környezettudatos megoldás is, hangzott el az Energia és Környezet Alapítvány Nyíregyházi Fórumán. Néztünk olyan megoldásokat, amikor nem volt fűtve egy ilyen szalmabála épület egész télen, és néztük a benti a hőmérő higanyszálát, és bármilyen mínuszok voltak kint, voltak olyan 2-3 hétig is mínuszok voltak éjszaka, akkor is plusz 10-nél nem ment lejjebb a fűtés nélkül a belső klíma. Tehát egy nagyon jó lehetőséget ad arra az időszakra is, akinek ilyen szigetelése van, vagy ebből van a háza, hogyha valami oknál fogva a elektromos ellátórendszer vagy a gázhálózat nem működne, bármilyen természeti katasztrófa vagy gazdasági ok miatt ez beáll, akkor egy nagy létbiztonságot is ad a szalmabálaház. Ez a melléképület is szalmabála technológiával épül jelenleg, ennek a szigetelésnek köszönhetően télen és nyáron is kevés energiát igényel majd. A szalmabála akár utólagos hőszigetelésre, már felépített házaknál is használható.